Hamarosan a Pécsi Tudományegyetem Szekszárdi Karának galériájában is megtekinthetőek lesznek Dargai Lajos 2018-ban elhunyt alkotószobrai. Többek között erről született megállapodás a Dargai Lajos Művészeti Alapítvány és az egyetem között. Széchy Gábor dékán úgy fogalmaz, a legfőbb cél, hogy Tolna megye egyetlen felsőoktatási intézménye a térség kulturális fejlődésének központjává váljon. Kulturális együttműködésnek két fő iránya van. Az egyik a helyi kultúra, a városi regionális kultúra megerősítése. Olyan programokat, olyan kiállításokat, rendezvényeket kívánunk a megállapodás keretében megvalósítani, amelyek erősítik a város, a térség kulturális vonzerejét, megtartó erejét. A másik egy kicsit már túlmutat a városon és a megyén, egy regionális együttműködés, kulturális együttműködés felé is orientálódunk. Ennek a regionális kulturális együttműködésnek a lényege, hogy a Közép-Dunamenti kiemelt térség programhoz kapcsolódik az egyetem ezekkel az együttműködésekkel, mégpedig úgy, hogy Tolna, Fejér és Dél-Bácsiskun megyék együttműködését erősítve kulturális programokat, képzési programokat, felsőoktatási rendezvényeket tartunk meg, és hát ehhez nyilvánvalóan megteremtjük a megfelelő infrastrukturális működési feltételeket is, például létesítmények kialakításával. Tehát egy városi, megyei, illetve a városon megyén túlmutató regionális kulturális együttműködés rejlik a két megállapodás hátterében. Bevallottan ezzel egy kicsit erősíteni is kívánjuk az egyetem képzési kínálatát, ugyanis a megállapodások keretében hallgatóink lehetőséget kapnak arra, hogy kilépő az egyetem kapuin más városokban, más megyékben, például Kalocsán, Dargai Lajos városában műhelyekben dolgozzanak, sajátítsanak el alkotói folyamatokat, legyenek jelen egy kicsit a régió kultúrájában. Tehát nekünk is nagyon fontos az egyetemnek, a karnak, hogy erősíteni tudja ezeket a regionális együttműködéseket, de én úgy gondolom, hogy a legfontosabb, hogy ez a kar be tudja tölteni itt ebben a megyében a rendeltetését, mint Tolna megye egyetlen felsőoktatási intézménye, vagyis, hogy tényleg a térség kulturális fejlődésének motorjává váljon. Az egyetem galériával, az egyetem galéria köré felépített megállapodásokkal, és mindazokkal a kulturális, oktatási, képzési programokkal, amelyek erősítik a beágyazódásunkat. A másik együttműködési szerződés a Közép-Dunamenti térség kulturális identitásának megtartó erejének növelését szolgálja, amelyet a Dargai Alapítvány és az Egyetemi Kar a Duna Régió Vízturisztikai Szövetséggel kötött. Pándi László elmondta, a víz összekötő erejét szeretnék a kultúra szolgálatába állítani. Tervük, hogy Pakson is létrehozzanak egy vízikulturális bázist, amely egyben kiállítóterem is lesz. Tulajdonképpen 3 éve alakult meg a Paks-Kalocsa Vízcsöpek Társulás, és azt szeretnénk, hogy ennek a keretén belül jöhessen létre ez az úgynevezett vízi kultúrház, mert ez egyrészt közösségi térként is tud működni, másrészt meg kiállító helyként, és hát ha úgy adódik, tulajdonképpen be lehetne kapcsolni ezt az egészet a nemzetközi hajózó forgalomba is, ugyanis nagy hajókat meg lehetne állítani egy fél napra, be lehetne mutatni a víz melletti településeket, akár a nagyobbakat, de akár a kisebbeket is. Tehát tulajdonképpen itt a vízikultúra égisze alatt a falu turizmustól kezdve a turizmus különböző ágaiig lehetne, és alapvetően azt szeretnénk, mert elindítottunk egy olyan mozgalmat is, hogy az úgynevezett bőgős hajó építési, illetve kultúra terjesztési mozgalom, ez azt jelenti, hogy Mája Terézia korában elindult a magyar fahajógyártás, az úgynevezett bőgős hajók, amikor még sem gőzgép nem volt, emberi erővel, illetve ló erővel húzták ezeket a hajókat, ezek alapvetően ilyen kofahajók voltak, de ennek most egy olyan változata is elkészült, van már kb. A kezelésünkben 10 ilyen hajó, amit szeretnénk kihelyezni, illetve ki is helyezünk iskolákba. 2 ilyen hajóban egy teljes iskolai osztály elfér, és alapvetően ezáltal olyan pedagógiai élményeket is kapnak, amiken keresztül tulajdonképpen a vízhez való kötődésük vagy szeretetük is kialakulhat. Az eseményen Dargai Eszter, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára
és a Dargai Lajos Művészeti Alapítvány alapító tagja is jelen volt. Mindenféleképpen egy boldogság. Ugye egy alapítványt létrehozni az egy ilyen egyszerű jogi lépésnek tűnhet. Valójában minél inkább személyes jellegű szerintem az az indítatás, amiből az ember egy alapítványt hoz létre egyedül, vagy családtagokkal, vagy barátokkal közösen, annál jobban ez egy érzelmi döntés is. Ugye édesapám hagyatékáról van szó, nekem a gyermekkorom, az egész életem tulajdonképpen markánsan ennek az égisze alatt folyt, és habár én belőlem nem lett művész, de mégiscsak az életemnek egy meghatározó élménye, és kötelességemnek érzem azt, hogy az ő hagyatékát és művészi alkotásait a lehető legjobban gondozzam, mint örökös. Ezért van az alapítvány, ezért hoztuk létre. Félő ilyenkor mindig, hogy ugye az alapítvány sorsa hogyan alakul. Sikerült az alapítvány kuratóriumába édesapám művészetét ismerő és tisztelő olyan embereket felkérni és megnyerni, köztük itt az itt jelenlévő elnök urat is, Kriston József elnök urat, akik tényleg agilisan, lelkiismeretesen és én úgy gondolom, hogy édesapám szándékaival teljesen azonos irányba viszik az alapítvány tevékenységét.